Szia! Volt Szia. Már olyan, hogy nem tudtad, hogy ki ül mögötted? Hát most megijesztesz, nem, még nem volt ilyen. De hogy lehet ezt mindig fejben tartani? Ugye annyi párod volt, meg annyi négyesben mentél már, és neked mindig alkalmazkodnod kell. Igen, én szeretem azért egyesbe is megfigyelni a párjaimat, a mögöttem ülőket, és ahhoz szeretek én előről alkalmazkodni, úgyhogy valószínűleg ezért tartanak jó sztróknak. Mert én nagyon lelkileg is elég empatikus típus vagyok, és fizikailag, tehát a technikai részében is nagyon jól alkalmazkodom, pedig nincs hátulszemem. Ugye csak ebben a szezonban, hogyha vesszük, akkor három ember ült mögötted a párosban? Hú, ebben a szezonban hárommal futottunk neki, végül csak két lányjal versenyeztem, ugye az első válogatón Fazekas Krisztinával, és a másodikon Kozák Danutával, és végül Dana maradt a párom. Ugye Csipes Tamarával indultatok neki. Igen, sajnos. Igen, az egy kicsit bonyolult történet. Azt hogy élted meg, hogy készülsz valakivel egy nagyon fontos világbajnokságra, ugye, ahol kvótát lehet szerezni, és amire mindenki készül a világon, és akkor egyszer csak kiesik mögüled? Azért volt nagyon rossz, mert már az első válogató előtt pár héttel zajlottak a fegyelmi tárgyalások, és nagyon nehezen engedtem el. Tehát én számítottam rá, én nagyon szeretek vele párost menni, és hát így képzeltem el az egész évet, és hát ilyet álmában nem gondol az ember, hogy egy ilyennel fog szembesülni, és akkor eltiltották. Ez a bizonyos kokain ügy volt. Így van, igen. És utána nagyon gyorsan kellett reagálnom, váltanom, Krisztában sem lehettem biztos, hogy ő szeretné ezt a párost, hiszen én előtte egy hónappal ugye mondtam neki, hogy én Tamival szeretnék neki futni az évnek, és szerencsére Kriszta is azonnal rendelkezésre állt, és mondta, hogy ő is nagyon szeretné a párost. És akkor elkezdtük, de hát akkor már csak két hetünk volt az első válogatóig, úgyhogy ezt nem szeretem, az ilyen hirtelen szituációkat, ezzel úgy nehéz volt szembesülni, meg amit nagyon nehezen engedtem el, az európai játékok, hogy ott párosban is szerettem volna versenyezni, akár Fazekas úr Krisztinával, és hogy erre nem volt lehetőségünk. De hát utána kárpótolt az élet, hiszen Milánóban viszont Danával tudtunk. Hogyha valaki nincsen benne a kajakkenu sportban, és ezt most hallgatja, azért annak eléggé bonyolult ez a történet. Most kezdjük azzal ugye, hogy Csipes Tamara volt az első számú jelölt, és azt mondod, hogy vele nagyon szeretsz párosozni. Mitől jó valakivel párosozni? Hú, én tényleg jó csapatember vagyok, tehát én bárkivel megtalálom a közös hangot, tehát nem nagyon volt még olyan páros társam, akivel kifejezetten nem szerettem volna akár edzésen kimenni, de Tamival ő is egy elég laza szemléletű sportoló, és... Te is az vagy? Nem, én azt gondolom, hogy azért tudok görcsös lenni, és pont ezért volt jó, hogy Tami tudta oldani az én gátlásaimat, vagy az én félelmeimet. De emellett ugye fizikálisan is megbíztam benne, hogy elég állandó teljesítményt mutatott, úgyhogy tényleg nagyon szerettem vele is a párost. Kriszta megint egy teljesen más, technikailag is egy más versenyző, a személyisége is, meg ugye a családi háttere, hát ugye neki már van egy kisbabája, szóval ő neki, ő a férjével edz, az megint egy más szituáció, és ahhoz is kicsit furcsa volt először alkalmazkodni. De hát szerencsére ugye vele nyertem már világbajnokságot, szóval vele is hamar megtaláltuk a hangot, meg a rendszert fel tudtuk építeni, meg hát ugye nagyon kevés időnk volt, úgyhogy nem is volt idő gyakorlatilag hezitálni semmin. Aztán jött Dana, akivel már ugye 20 éve ismerjük egymást. Ugye Fazekas úr Krisztina azt mondta, hogy már akkor is szeretett volna veled menni, amikor Csipes Tamara mellett döntöttél, igen. Akkor ezekből nincsen sértődés, hogyha valaki azt mondja, hogy nem, vagy van belőle, viszont egy új szituációban kénytelen elfelejteni az ember, és akkor mégiscsak összeülnek. Ez versenyző függő. Krisztát tényleg ebből a szempontból csak dicsérni lehet, ezt nagyon-nagyon intelligensen kezeli ezeket a szituációkat. Biztos, hogy nagyon nehéz neki Amerikából minden évben hazajönni, és a kész párokkal szembesül gyakorlatilag, meg a kész szituációkkal, és hát úgy jön haza, hogy ami marad, abból tud ő gazdálkodni, és ebből a szempontból nagyon korrekt volt, hogy egy első pillanatban mondta, hogy jó, menjünk,
És amikor sajnos hazajöttem Bakuból, és mondtam neki, hogy kaptam egy lehetőséget Danutáéktól, és szeretném megnézni a párost, azt is nagyon intelligensen és tök barátian kezelte, úgyhogy ezt is hamar feldolgozta, és nem maradt. Én úgy érzem, hogy nem maradt bennünk tüske a párcsere miatt. A döntés előtt azért van valami gyötrődés benned, hogy szegény fazekas Zúr Kriszta egyszer várt rám Csipes Tamara esetében, és most pedig együtt mentünk, jól is szerepeltünk a válogatón, és akkor utána én azt mondom neki, hogy mégsem. Igen, tehát ezt mindig nekem nagyon nehéz lelkileg lerendezni, és nagyon vívódok is, hogy hogy mondjam meg, hogy hozhatom őt ilyen helyzetbe, ő hogy fogja ezt kezelni, milyen lehetőségei lesznek ezután, és ezekkel én ezért próbálok foglalkozni. Persze, hát ugye az egyéni érdekem végül az diktálja, hogy ugye menjek Danával, főleg miután bebizonyosodott, hogy tényleg nagyon jó időket tudtunk menni azon az edzésen, ami döntött gyakorlatilag Dana mellett, de ezt lelkileg nagyon nehéz magamban lerendezni. Kozák Danuta állandóan ott van gyakorlatilag az életedben, hol eltűnik egy picit, aztán megint felbukkan. Igen. Milyen a kapcsolatotok? Ugye hát itt 17 évet együtt versenyeztetek már korábban is. Mi a helyzet most? Hát nekünk tényleg egy nagyon komoly baráti kapcsolat van, most már azt mondhatom, mind a mellett, hogy nem ilyen szoros baráti, tehát mondjuk így tudom azt, hogy az öt ember között van az életemben, akit bármikor, bármivel föl tudnék hívni, hogyha bajba kerülnék, vagy hogyha bármire szükségem lenne, ugyanígy ő is velem. Tudunk egymásról mindent, hát hiszen együtt nőttünk föl, és nagyon sok élmény, kudarc és siker köt össze minket. Úgyhogy egy olyan fajta bizalom van közöttünk, ami nem egy ilyen nagyon lelkízős barátság, de bármiben számíthatunk egymásra. Most ő hívott fel? Igen, egyébként, és ez nekem iszonyatosan jól esett. Nem is felhívott, hanem Bakuban az európai játékokon ugye 5 napot együtt töltöttünk, és láttam rajta a kérdőjeleket, hogy ugye az első válogató neki nem úgy sikerült egyéniben, ahogy tervezte, és biztos voltam benne egyébként, hogy nyitni fognak a páros felé, de nem tudtam, hogy irányomban is gondolkodnak, mert nekem is nagyon rosszul sikerült az első, ugye én ott sajnos nem jutottam egyéniben döntőbe, és ezért is esett jó, hogy pont egy ilyen mélypontnál éreztette velem, hogy ő még ugyanúgy számít a párosra, és ő abban 100%-ig bízik. Ugyan a Kárász Annával is kipróbálta a párost, de végül az időeredmények alapján mellettem döntöttek. Nem tartottál attól egyébként, amikor kiderült, hogy Danuta most egyesben nem elég erős ahhoz, hogy elindulhasson a világbajnokságon, hogy akkor más mellett teszi le a voksot, és akkor lesz egy olyan konkurencia, amelyik akár téged is kiszoríthat a világbajnokságról. De persze, ettől tartottam, de hát ugye versenyző vagyok, és olyan szempontból meg muszáj magamban hinnem, hogy úgy voltam vele, hogy egyrészt megkaptam a lehetőséget Danától, és megnézte velem is a párost, és úgy készültem arra a mini válogatóra, hogy bármi történik, ha nem is velem lesz a legjobb, akkor is ott van Kriszta, akiben szintén nagyon megbízok és nagyon erős, hát alig kapott pár tizedet Danától az első válogatón, és még mindig ott van Csipes Tami is, aki ugyan az eltiltását töltötte akkor, de bármi van, a 16-os évet akár vele is elkezdhettem volna. Úgyhogy persze bízni kell a saját teljesítményemben, és nagyon számítottam arra, hogyha esetleg nem velem lesz a jobb, akkor is fel kell tudnom állnom, és oda kell tudni állni Danáék mellé, a másik páros mellé majd a válogatón. De hát nem így adódott. Szerintem a nézők most kaptak egy kis képet arról, hogy micsoda sakkozás folyik a háttérben, hogy alakulnak ki egységek, és hogy dőlhet el akár az is, hogy valakiből lesz-e világbajnok vagy olimpiai bajnok. Igen. És nüanszokon, illetve gyakorlatilag éppen aktuális érdekeken és egyességeken is múlhat. Ez mennyire viseli meg a versenyzőt, hogy nem csak arra kell koncentrálnia, hogy nagyon jól menjen, hanem közben alkukat is kell kötnie, figyelnie kell azt, hogy a többiek közül ki milyen formában van, szóval ez egy kiszolgáltatott helyzet is. Hát ez így olyan rosszul hangzik, hogy alkú és egyesség. Ezek, én azt gondolom, hogy főleg a női mezőnyben mindig a teljesítményről szólnak, tehát
pont ez az, hogy 20 éve vagyok Dana mellett, és ő is azt mondta, hogy szeretné mással is kipróbálni a páros. Tehát nem baráti alapon, nem egyességekkel múlnak ezek a dolgok, hanem szintiszta időket mérünk, és teljesítmény alapján döntenek az egyes versenyzők. Amikor párosról van szó, ugye a négyes az teljesen más, hiszen azt a botond állítja össze. Na de van egy hierarchia, és az az erősorrend, ami abban az évben kialakult, ez meghatározza utána az alkupozíciót is, ugye? Nem. Tehát, hogy ugye láthatod, hogy az első válogatón én magam alatt teljesítettem, és mégis kaptam egy lehetőséget, hiszen Dana azt gondolta, hogy a páros teljesítményem az adhat arra alapot, hogy legalább megnézze. És utána végül is nem a 20 év döntött, hanem az az egy időremenés, amit ott néztünk. Úgyhogy azt gondolom, ahogy például Kárász Anna döntött végül Fazekas úr Krisztina mellett, hiszen Ninettával ők is nagyon jó barátnők, és mégis azt mondta, hogy a második válogatóra Krisztával szeretne, mert az egyes teljesítménye a Krisztának jobban meggyőzte őt, és hogy meg akarja nézni az újat. Tehát ezek nem azt mondom, hogy alkú, hanem mindig a teljesítmény győzi meg ugye a párválasztót, hogy ki mellett teszi le a voksát. Hogyan lehet az, hogy ennyien akarnak veled menni párost akkor is, hogyha mondjuk, ahogy mondod, az egyéni teljesítményed most nem volt olyan az első válogatón, amit elvártál volna? Igen, ez nekem is egyébként egyrészt baromi jól esik, másrészt kicsit érthetetlen, vagy nyilván azért értem, mert most már 7. éve vagyok itt, és minden évvel tudok párosban válogatót nyerni, ugye a négyest azt most már az 5. éve én sztrókoltam, tehát biztos, hogy van már egy olyan bizonyítás mögöttem, ami meggyőzte ugye a páros versenyzőket, hogy érdemes velem próbálkozni, de én azért kicsit ilyen, vagy lebecsülöm önmagamat, meg másrészt ugye az egyéni teljesítményem engem is sajnos negatív irányba kicsit befolyásol ilyenkor, tehát képes vagyok én is saját magamat alulértékelni, de nagyon örülök neki, hogy most már van egy ilyen kialakult kép rólam, hogy nagyon sokan szeretnének velem jönni. Te vagy a stroke, a vezérevezős, igen. De ugyanakkor alárendelt szerepet szánsz magadnak ezekben a kapcsolatokban, mert azt mondod, hogy alulértékeled magad. Alárendelt szerepem nincs, hiszen tényleg azért én osztok be nagyon sok mindent, tehát azért rajtam elég sok minden múlik a csapathajókban, főleg akár egy négyesben is, ahol három másikért is én felelek. Akkor úgy kérdezem, hogy az alkalmazkodó képessége, de a fő erényed? Igen. Így, igen. Hogy mesélsz olyan, mintha bármilyen formájú poharat képes lennél kitölteni, mint abszolút, a víz. Igen, ez nagyon jó hasonlat. Tényleg Kriszta rá a legjobb példa, hiszen Kriszta szerintem egy kicsit másként evez, mint a többi magyar lány. Tehát neki más a technikája, máshol fogja meg a vizet, ez ilyen szakmai apróság, de nagyon sok múlik rajta, hogy mondjuk a vízfogás elején vagy végén rántja meg, hogy hol adja bele az erőt. És nekem nagyon nehéz is volt Krisztához alkalmazkodni, viszont sikerült. És utána mondjuk megkaptam Csipest, amit 2013-ban még Krisztával, 2014-ben Tamival versenyeztem, ő meg megint egy más technika, és nagyon jó volt, hogy én ilyen gyorsan tudok alkalmazkodni, és hogy nem kell külön szólni rám, vagy nem kell a hátsó embert ezzel zaklatni, hogy ő változtassa meg a technikáját, hanem nekem ez nekem egy tök jó adottságom, hogy nem zavarom saját magamat, meg a saját technikámat azzal, hogyha fölveszem más mozgását. Na, hogyan lehet egyáltalán felvenni más mozgását, ha az a más mögötted ül? Hát nagyon koncentrálok az érzésre, a hajó siklására, a hajó billegésére. Ugye sokat videózunk, azt is igyekszem visszanézni, meg mondom, én nagyon szeretem az egyes egyéniben is megfigyelni a versenyzőket, tehát edzésen is, meg a verseny videókat is visszanézem. Szeretem még a verseny taktikájukat is megnézni, hogy körülbelül hogy tudja beosztani egyéniben a pályát, mert hogyha ő hátul úgy ki tudja magát evezni, mint amit egyesben tud, az lesz a legsikeresebb csapathajó valószínűleg, hogyha neki nem kell erőlködni ahhoz, hogy hozzám alakuljon. Itt akkor a csapásszámra kell elsősorban figyelni, vagy van még valami, ami csapásszám, az erő, fontos? A billegés, millió egy, a távbeosztása, valaki az elején szeret menni, valakinek az az erőssége, aminek például, hogy ő a végén tud, és van, aki szeret tényleg már nagyon az elején bekezdeni, mert nem bízik abban, hogy végigér a pályán, úgyhogy ezek mind hozzászámítódnak. Közben pedig elvileg úgy gondolná az ember, hogy az ellenfelekre is figyelni kell, hogy ki hol tart,
kitől mit lehet várni a hátra lévő részben, tehát ez egy óriási agymunka is, mert te tudod a többi egységről is, hogy azok a végén szoktak erősek lenni, tehát ha most előttünk vannak, abból baj lehet. Igen, talán egyébként ezért megy jobban nekem a páros versenyzés, mint az egyéni, hiszen párosban annyira el vagyok foglalva velem egy hajóban ülővel, hogy kizárom teljesen a külső körülményeket, és ezt nem tudom megcsinálni egyéniben, hogy egyéniben nagyon sokat foglalkozok a körülöttem lévő mezőnnyel, és ezt nem szabadna, úgyhogy ezt jó is, hogy kiemelted, mert párosban ezzel nem foglalkozom, és talán ez a titka. Mi lesz jövőre? Azon kívül, hogy olimpia, és most egyelőre úgy néznek ki a dolgok, hogy Kozák Danutával mész majd párost. Igen. De mi van akkor, hogyha Danuta egyéniben a legjobb lesz, és akkor ő nyilván azt fogja preferálni? Nem, szerencsére ilyenről most nincsen szó, mert most már a olimpiai időrend nekünk kedvez, és a páros futammal fog kezdődni az egész kajakkenu program, és utána jön csak az egyes, és utána lesz majd a női négyes. Úgyhogy most nem állhatunk olyan szituációval szembe, hogyha az egyénit megnyeri a Danuta, akkor nem mehetünk párost. Most az egyéni rovására mehet a páros elvileg. Így van, valahogy így, igen. Tehát a kettő mindenképpen nehéz lesz összehangolni a felkészülést, hogyha sőt, én reménykedem benne, hogy esetleg a három szám, tehát hogy azért a négyesben is benne leszünk mind a ketten. És az biztos, hogy nagyon bonyolult lesz összehangolni, és nyilván azért egy egyéni versenyzőről van szó, és egyéniben meg szeretné védeni az olimpiai bajnoki címét, de én azt gondolom, hogy 100%-ig a párosra koncentrál, és nagyon szeretné, hogy ez a páros összejöjjön, úgyhogy nekem ez mindenképpen bizakodásra ad okot. Ugye egy interjúban arról beszéltél, hogy azt álmodod magad elé, hogy Danutával álltok a dobogó tetején, mert hogy szeretnél párosban is a most már meglévő négyes mellé olimpiai aranyérmet, aztán utána egy pár mondattal később azt mondtad, hogy most már erről kénytelen voltál letenni, mert hogy Danuta egyéni utat választott, de akkor most újra ez az álomkép? Hát most igen, nagyon úgy tűnik, tehát tényleg nekem London után, Londonban nem adatott meg a páros lehetősége, és ott nagyon azt szerettem volna, hogyha Danával már ott sikerül versenyeznünk, és utána ugye az élet másfelé sodort minket, és hát nekem tényleg nagyon sikeres éveim voltak másokkal, Krisztával és Tamival is, és hát persze, hogy el tudtam velük is képzelni, hogy Rióban ott állok. Ugye rólam tényleg tudni kell, hogy én párosban és négyesben gondolkozom, de hát most Milánó után, főleg, hogy már Rióban is voltunk kint Danával, most már mi mást vizionálhatnék, mint hogy Danával állok ott. Nagyon szépen köszönöm. Köszi szépen.